A fórumon közel 40 civil szervezet képviselői kaptak felvilágosítást, miként érdemes pályázni olyan közvetlen brüsszeli forrásokra, amelyek az Európai Unió alapszerződésének második cikkelyében megfogalmazott alapértékek népszerűsítését, érvényre juttatását segítik. Ezek az alapértékek az emberi és kisebbségi jogok, az emberi méltósághoz, a szabadsághoz, a demokráciához és az egyenlőséghez való jog, illetve maga a jogállamiság. Az Ökotárs Alapítvány vezette 4 tagú konzorcium feladata, hogy azokat az európai pénzeket, amiket az alapértékek képviseletére, népszerűsítésére tartanak fenn, eljuttassa a helyi szervezeteknek. Ezzel a támogatással minden olyan civil szervezetet szeretnénk segíteni, akiknek a tevékenysége valamilyen módon kapcsolódik ezekhez az értékekhez, és olyan elképzeléseket szeretnének valóra váltani, amelyek tényleg hatnak arra, hogy az emberek másképp gondolkozzanak ezekről, másképp cselekedjenek a szabadságok és a jogok megvédése, erősítése, népszerűsítése érdekében. A szombathelyi civil szféra nagyjából idén is hasonló büdzséből gazdálkodhat, mint a tavalyi évben, legalábbis ami az önkormányzat által biztosított forrásokat illeti. 51 millió forinttal támogatják azokat a kulturális szervezeteket, amelyek közművelődési feladatellátási szerződéssel rendelkeznek, ősszel pedig ismét kiírják a civil alappályázatait. A tavalyi bázist azt megkapták a civilek. Ezen kívül ugye van a civil alap, a városi civil alap, amit 12 millió forintba újra ki lesz írva, ismét az őszi időszak során fogjuk kiírni, ahogy tettük most már 3 éve. A közös értékeink program keretében az egyes szervezetek akár 60 ezer euróra is pályázhatnak. További információ a közösértékeink.hu weboldalon.